Na, megyünk, Bubu? Július 4. hete. Üllesztő meleg. Kéne menni a fák közé, mert olyan dzsungel lett. Tele minden pókhálóval. Tavaly ilyenkor kezdett kiégni minden, annyira nem volt eső. Lehet látni, hogy megváltozott a táj. Tavasz óta eltűntek a keltikék, beérett a kánya zsombor, kivirult a csalán, aztán az is megöregedett. Lehet látni a füvet, ahogy el van száradva, pedig volt eső. Viszonylag nem is kevés. Fülesztő meleg van egyébként itt az erdőbe. Bubu jelölget. Kifejezetten jól tudja, hogy hol tartunk. Merre járunk. Látszik, hogy disznók meg szarvasok túrták itt föl a földet. Gomba is van. Füstöl. Jó, beporozzuk a talajt. Kis pöfi gombával. Egyébként érdekes, hogy max egy olyan 6 méter a látó távolság. És ahol most ilyen óvatosan kelek át, ne karcoljon össze semmi, főleg a dúlyóba. Az télen mennyivel egyszerűbb. Fele levél a fákon, fele, pontosabban nincs is levél a fákon.
csak az ilyen vadjárta dolgokat lehet igénybe venni. Rendesen lehet látni, merre járkálnak, ott jobban ki van taposva minden. Valami fölfarta szarvas bogarat. Menü. Hűtött sör. Nem, Bubu, nem eszed meg az, mert te megetted az előbb a tédet. Egy kis majonézes krumpli. Hozzá rántott csirkemáj rizssel. Abban meg Bubunak volt egy kis csirkehús. Aztán majd főzünk egy kávét. Mi a horgász egyesület neve? Asztalos István Horgász Egyesület. Domony 2-es tó. Gyönyörű esőfelhők. Ugyanakkor napsütés fényei. Beragyogják a tavat. Te mit csinálsz ott, rossz csontka? Tetszik a víz? Jó, nem hideg. Na, és ki van ott benn a füveny alatt? Ott ki van a füveny alatt? Hát a Bubu. Eddig erdei kutya voltál, most már vízi kutya lettél? Kukucs! Mit találtál? Gangsterke. Na gyere ki onnan. Hát igen, sikerült megfürödni. Addig-addig koslottál, csak belestél. Mi? Nagyon nem viselt meg, úgy látom. Nem. Elszalja. Megy mindjárt vissza. A felhő az félelmetesen szép. Még nem. Na, baba. Kis csiga. Nagy völgy felül része. Hetedik hó, harmadik hete. Aratás után beértünk az erdőbe. Végre. Pár fokkal kellemesebb időjárás van. Itt a dagonya? Igen. Na, mehetünk? Csibészke. Fölértünk itt az egyik hármas határhoz. Farkasok ménes csapás. Kereszteződés. Balra ez az erdő, az elméletileg őszre lesz vágva. Nem bennem halag maradom, hogy nagyon szép erdő. Ki tudja, mi lesz a helyén. Mozgásra, ami ezeknek van, ezek csak a tacskót képesek. Abból is a törpék. Vigyázz, mert elütlek!
itt szaladgál előttem. Nem megyünk gyorsan. Tehát nem is az a cél, hogy hajtsuk egymást, hanem sétáljunk. Kiértünk a Farkasluki erdőből, ez már itt a Paja völgy. Traktor tárcsázza a határt. Megyünk a Győrki kapuhoz. Itt a Györki kapunál rendes stráda lett építve. Széttúrták a vasúti zúzalékkövet. Útjavítás gyanánt. Még kicsit le kell döngölni. Haladunk a pihenő úton, más néven Ménes csapáson. Föltöltötték murvával a kátyúkat nem régiben. Ez nem baj. Egy repülőgép zörög. Elhagyott varakás. A búr. Útba vagyunk közben a Szkéta harom sírok fele. A Ligeti erdészházat fogjuk megnézni, ha minden jól megy. Már ami maradt belőle. Nagyon jó idő van, nem izzasztó, igazi jó túrázós idő. Süt a nap, nagyon kellemes az időjárás. Kiértünk itt a Ménes Sahás pihenőút egyik rétjére, ez a kis rét, én csak így hívom. Ez követi a nagy rét. Gyönyörű. Megérkeztünk itt a Ligeti erdészházhoz. Kicsit benőtte itt minden. Valamikor egy gyönyörű kis fenyvesnek a fáj alatt volt ez található, csak hát a fenyvest azt kiirtották. Aztán helyette itt lett minden. Vadmálna, kutyafüle. Házikó pedig az enyészeté. Nagyon nyugis helyen van pedig. Majd, hogy nem mondhatja, hogy itt van az erdő közepe. Távol minden zajtól. Itt tényleg csak a fák susognak. Kiértünk itt a nagy rétre. Fölküldtem előbb Zümikét. Nagyon szép a látvány, csak baromira fúj a szél. Érdekes, amikor fúj a szél, akkor mindig gyönyörű felhők vannak. Az ott a pihenő út. De viszont mi letértünk most itt a sírkút irányába. Bubu úgy megy, mint aki tudja az utat. Mondjuk ezen már járt, talán egyszer. Ugyan mi adja ki ezt a hangot?
Megyünk le a sírkútba. Az egyik legszebb része az erdőnek. A sírkút völgye. Árnyas, hűvös, gyönyörű. Nem sűrű járnak erre. A hegy oldal. Szakadék, ez tartozik ide a sírkúthoz. Egyik volt legvadregényesebb tája itt ennek az erdőegységnek. Ott volt lenne forrás. Látszik a kiszáradt gyertyán fák alatt. Kis kerítés. Annak is a jobb felső sarka. Ott volt a forrás, de ráomlott a hegy sajna. Azt oda kiásnánk, talán még víz is lenne benne. Itt folydogált végig a völgyön. Ebben a völgyben egyébként van egy kút, szó szerint egy gyűrűs kútású. Ki és mikor ásta nem tudom, de abból viszont van víz. Meg egy szép harangvirág. Kutyával. Sírkút völgye. Nem rendes vadcsapások vezetnek. Sötét van, hogy a fák beborulnak egymás fölé. Ott a kútgyűrű, amiről beszéltem. Lehet látni, hogy a víz utat mosott oda lentre. Lassan a sírkút völgye beletorkollik majd itt a nagy völgybe, és ott kezdődik a nagy völgy, pedig egy jó kis dagonya van. Érezni a dagonya illatot. Gyere ki onnan, mert mocsoros leszel. Nagyon kellemes hely. Sírkút alsó tavacskája. Nagy völgy itt kezdődik. Szemben már az ott van a gyú tető. Arra pedig a centrál alatt baga. Íme egy halott vakond. Mekkora ásó tappancsa van neki. Hogy került ide szegény? Nem nagyon látok vakondokat a közelbe. Haladunk a nagy völgyön, a hajagvölgy irányába. Szembe az új lakófenyves.
fenyőerdőbe látunk neki sütni. Azért nem árt óvatosan elkotorni a aljnövényzetet, mert valami gyúlékony. Nyomi. Ó, kis bab. Kolbásszal. Fincsi. Buba mosogat. Gazdi eszik. Őkelme. Békél. Aztán jó megérdemelt kávécska fül. És ez szépen lekotyogott. Nyami. Végezetül sziesta az ó alakúban. Bubu is beszundított. Ezt az jó életet, Bubu, hát milyen jó ott neked. Milyen jó ott az erdőbe heverészni a függőágyba, mi? Világ legjobb dolga. Nincs is kedved onnan kimászni. Szundikálj egy kicsit még, míg pihenünk. És a nagy völgy. Onnét indultunk a kis csigától. Végül is most ott fog érni az utunk. Hú, de szépek a felhők.